falon lévő szöveget, Zsigmond Boninak a szövegei. Nagyon szépen köszönjük neki. És szeretnék élni a lehetőséggel, mivel ő ismeri legátfogóbban, és nem tudom értelmezni Gábornak a munkásságát, engedelmével az írásából felolvasni egy írásról. Erdélyi Gábor eddig létrejött életművének alkotásai még sok esetében más művésznél is leginkább korszakjelző fogalmak alapján csoportosítatók. Bizonyos festészeti problémák felvetések alapján körülmányozódó fogalmi terminusok azonban nem feltétlenül párhuzamosak az életünk időbeli horizontjával. Egy-egy korszak probléma felvetése időben egymástól távolabb konzisztens fel. Mint egy fokozat előre és visszamutató reszektőre. Erdélyi által hódjátéknak nevezett fogalom a legelső egyike. E köré rendeződve a kép hagyományos formájának belső világát komponáljuk. Ezen időszakban olyan anyagok használata domináns, mint a hullámpala, dombormintás lepedő, homokfújtű. A megdolgozott felületek által létrejött művek elsőre leginkább szembetűnő tulajdonsága a tárgyi mögöttük. Alaphelyzetre tekintve mindig formát és ellenformát találjuk. Például a hullám két görbéjét, a minták pozitív-negatív rajzolatát, az üveg homokmar és fényes oldalát. 1995-ös Balkon vasárai így gondolkodott törekvéseiről. Mit lehet tenni a vászonnal, hogy túlépjen valóságos és képzelhetetlen? Más szóval túlépjen önmaga birtoklásán, szellemi elvonultságán. Ennek a kilépésnek azonban a két testén belül kell lejátszódni. A vászon egyszerre mozdul a perifériára és a két test belseje felé. Egy önmagában belül áthelyezés történik, ami a látszat ellenére nem destruktív biztos. Későbbiekben a strukturális újrafogalmazással, a retinális transzparenciára helyeződik a hangsúly. Erdélyi a képi elemek után a festészet másik alapanyagára, a festék fogalmára fókuszál. A festék vászon konvencionális együttesét újraira tervezi. Felforgatja a szokásos festményhordozó viszont. A festékből általában számozza a pigmenteket, a képekkel a hagyományos olajfesték receptúrából, pigment nélküli áttetsző kötőanyagot megnyomott, ami leginkább olaj vagy terpentinos lap. Pigment jelenlétét a hordozó felület színességére helyettesítik. Az industriális megszínezett és egymásra feszített különböző színű finomszövésű sejemhordozó transzparenciái hozzák illetve a fénynyelv rétegséget és a fedőréteg vibráló hálóját. Ementén Erdélyi a képeinek témájaként a valószínűtlen abszurditásokat, vagy olykor arra épülő szakrális konnotációkat bíró természeti jelenségeket megfestett világára jellemző az erdő arányok és gondolatok utasztítása, és annak következtében létrejövő viszonyrendszerek leképezését is. Gyakran szürreális képzelettársatásai által irreális helyzeteket, találkozások jönnek létre minden. Szétválaszthatatlan igazság és hamisság egyidőleg eredményező objektív fogalmi zavar és egy szubjektív bizonytalanságot sem beszélt át. Köszönöm szépen, és megkérem Antal Péter. Azért társadalmi különböző a három Péternek a tulajdonában van, és nagyon örülök, hogy ebben az irányba is elkezdte gyűjteni tevékenységet. Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én azt szokták mondani, hogy egy megnyitó akkor jó, hogyha nagyon rövid, tehát ilyen értelemben nem él vissza a közönség türelmével. Ebből fakadóan azt is mondhatnám, hogy szeretettel ajánlom ezt a kiállítást önöknek, és tekintsék megnyitottnak, de az, úgy gondolom, hogy az Erdélyi Gábor munkássága azért ettől egy kicsit, vagy sokkal többet érdemel. Mindenek előtt szeretettel köszöntöm Önöket Erdélyi Gábor kiállításának a megnyitóján.
A művész nevének említésekor nem tettem hozzá, hogy festőművész. Azt sem mondtam, hogy képzőművész, úgysem jellemeztem, hogy esztéta vagy gondolkodó. Figyelemmel arra, hogy Erdély Gábor művészetében sok-sok szállal kapcsolódik mindazon kategóriákhoz, amelyeket az előzőekben említettem. Filozófikusan gondolkodó művész, aki új esztétikai kategóriák megfogalmazására törekszik, teszi ezt nem az abszolutizálás igényével, hanem azzal a szándékkal, hogy művészi munkássága során rávilágítson arra, hogy szerint az évszázadok során tudatosult fogalma, széptani kategóriák részben felülírható, másrészt sajátos objektíven keresztül nézve kiegészíthető, illetve komplexebbé tehető. Megítélésem szerint Gábor egész munkássága erről szól, hiszen ha csak az 1990-es évek első felének útkeresési éveit vizsgáljuk, már ekkor is szembesülünk a hagyományos értelmezés és megfogalmazás tradicionális kategóriáinak tagadásával. Alkotó periódusának kezdeti időszakában a vizsgálódás és a legnemesebben értelmezett kísérletezés tárgya a képi dimenzió kiszélesítésének, kitágításának sajátos értelmezése volt, melynek eredményeként a megdolgozott felületek által létrehozott művek már túlléptek a műfaji kategória szerinti festményen, úgynevezett képtárgyá váltak, és a sík festmény helyét átvették a három dimenzióban értelmezhető úgynevezett képtárgyak, vagy más néven az objék. Már ebben az időszakban is áthatott a művészi határozottságát a tiszta közlésre való törekvés, a folyamatos dialógus, illetve az egyértelmű transzparencia. Az imént a tiszta közlés, mint etikai sajátosságot említette. Ez az igény vagy igényesség Erdély Gábor művészetét alapvetően meghatározza. Ha tradicionális esztétikai képi fogalmakat ír felül, ezt akkor is úgy teszi meg, hogy morálisan mindenkor az felvállalható legyen. Hogy vizsgálódásai során igaza van-e vagy sem, az polémia tárgya lehet, de morális értékrendje azonban vitán felül áll. Erdély Gábor esztétikájában fontossá váltak olyan képzőművészeti elemek, melyek a táblakép megjelenése óta a képzőművészetben mint mellékszereplők, mint kiszolgáló attribútumok vannak jelen. Mint egy 100 évvel ezelőtt kitulajdonított volna lényegi jelentőséget egy feszítő rámának, egy textúrájában kirívóan durva vászonnak, a megfestett képi felület hátuljának, vagy ad abszurdum a festmény azon részének, mely a míves képkeret által takart felületként érdektelenné vált. Erdély Gábor bebizonyította és képzőművészeti, gondolkodói, esztétizáló kalandozásai során mindenkor igazolni törekszik, hogy a valószínűtlen abszurditásának létjogosultsága van, pusztán megfelelő tartalommal kell azt kitölteni. Merész, bátor, az elutasítás veszélyét hordozó művészé válik az, aki radikálisan szakítani tud a falra akasztott síkon, vakránára feszített vásznon, megfestett képi szemlélettel. Erdély Gábor művészetében a képzőművészet konvencionális értékei, mint a festék anyagisága, a festék és a vászon hagyományos viszonya, a képi közlés vagy narráció jelentőségüket veszik. Művészi, esztétikai probléma megoldásában jelentőséget kap a festék helyett, az előzőkben már említett hígított lap, így a pigmenttel szemben a kötőanyagra helyeződik a hangsúly. A festék és a hordozó vászon relációjában nem az átutatott felület hagyományos kommunikációjára hagyatkozik, hanem valószínűtlen abszurditásokat teremtve deheroizálja a konkrét alkotói folyamatot. Mit tesz? Nem tesz más, csak játszik vele. Szellemi játékot űz, melynek során optikai feladványok megfejtésének buktatójelé állít, érzékcsalódásra tárkoztat, realitásérzékünk megzavarására törekszik, de mindezt olyan kedvességgel, bájjal és szelíten teszi, melyel nem gátolja a nézőt abban, hogy munkáit szabadon élvezhessük. Művészetében felemel, művészi rangra emeli a köznapi banalitásokat. Ezáltal olyan rekvizitumokat juhász fel esztétikai értékkel, melyek a mindennapokban figyelmen kívül maradnak. Így válik színtelenségében színessé, egyszerűségében bonyolultá, anyagiságában ezoterikussá, megmutatva azt az állandóság és a változás filozófiai kölcsönhatását,
melynek eredményeként munkássága nem nélkülözi a furfangos, a raffinált, az úgynevezett képi. Ezen bevezető mellett ajánlom mindannyiunknak ezt a kiállítást, mely úgy érzem egy jelentős mérföldkő a Gábor életében, illetve jelentős mérföldkő mindannyiunk életében, akik újra láthatjuk, vagy egyben láthatjuk az ő munkásságát. Köszönöm szépen! Szeretném mindenkit megérítani a pohár arra, mert elmondjuk a másik csalmunk, hogy vigyük már az ez az epilepszis ribilliója, ez a remegő kéz, többit nem tudom, nem az a remegés, könyök pontok, tehely és elhagyott szerkesztés. Aztán itt vannak a széklábak, talpak, székláb, talpak. Ez a harmat. Itt vannak a harmat cseppek. Ez pedig a égbolt néhány hajszállal. Jó. Már rábeszélek, hogy címeket fontom le. Ez pedig... ez az izzadcse, ez a verejték. Ott elemennék a fejemet, kérlek. Ott a könyv vannak. Na, Muti. Itt vannak a verejték cseppek, ez pedig egy fej, csak nem nagyon látszik. Na, mely a poén? Az Élvédő című munka. Jaj, ezt én láttam már, persze, az nagyon jó. Ezt a... aha. Tudom, látom. Most érkeztek a... jó, nem kell. Ez az Élvédő.
pedig a különös könycsepp talán. Ez egy vászonképre festett szem. Rajta egy sejem, amin milyen olajban lak, sejem lak, nem olaj lak, különös könyv, és olaj lak alkotják a különös könyvet. Párodtartalomnak megfelelően lesz élesebb, vagy kevésbé éles a szem. Ez pedig a oldalnézet, és ezt egy kis asztalkát láthatunk. Ennek meg nincs címe. Csak színes sarkai. Ezt meg nem egyszerű szállítani. Ennek sincs címe. Tindelterei.